A programról a faluban működő német nemzetiségi önkormányzat vezetője, Régert Brigitta beszélt stábunknak. Egy Németországból, Lipcséből érkező harmonika együttes jár nálunk itt a településen Újpetrén, és hát ez egy nagy megtiszteltetés itt a környéknek is, és nekünk is. És azért mondom így, hogy a környéknek, mert 8 település állt azért össze, hogy ez a mai este létrejöhessen. Egy lehetőség érkezett, hogy vendégül láthatóak itt Magyarországon, a délvidéken több településre is elmennek, nem csak itt hozzánk Újpetrére. És hát rögtön lecsaptam a lehetőségre, mint a német önkormányzat vezetője, és el is fogadták a meghívásunkat. Nagyon ösztönző volt számukra az, hogy itt közös összefogásban fog zajlani a rendezvény. A Lipcséből érkező zenekar színes repertoárral készült magyarországi koncertsorozatára. Igyekeznek a régebbi, hagyományos dallamokon felül modern darabokat is játszani, így minden korosztály számára élvezetes koncertet nyújthatnak. Wir kommen aus Leipzig und Umgebung, sind ungefähr 80 Musiker und spielen ein Rock- und Pop-Programm unterschiedlichsten Charakteristiken und sind zur Konzertreise nach Ungarn gekommen, spielen 5 Konzerte und haben sowohl Popmusik, Rockmusik, aber haben auch klassische Volkslieder aus Ungarn mitgebracht. Wir haben sowohl moderne Lieder mitgebracht, die im Radio laufen, wir haben aber auch Rockmusik, wir haben viele Tänze mitgebracht, 2 ungarische Volkslieder dabei und so ein bisschen Eurovision Song Contest Musik. Ich finde, die Musiker zum einen haben Spaß, lernen die ungarische Kultur kennen, sie kommen mal raus, sie können zeigen, was sie gelernt haben über die vielen Jahre. Es sind ja alles Schüler, junge Musiker von 14 bis 40 Jahre, die da mitwirken, aber auch für die Menschen in der Umgebung, dass es einen Konzertort gibt, dass sie die Möglichkeit haben, ein tolles Konzert von 1,5 Stunden zu erleben und dass sie einfach eine tolle Musik, eine tolle Zeit haben. A zenekar közel 100 főből áll. A teljes koncertélmény érdekében az együttes énekkarral, valamint ütős együttessel is büszkélkedhet. Az újpetrei koncerten ezek mellett gitárkísérettel álltak színpadra. A faluban működő német önkormányzat a koncertek mellett még számtalan színes programmal várja az érdeklődőket. Nagyon sok programunk van az évben, ezt azért így elmondhatom, hogy kiemelkedőnek számítunk itt a térségben. Főként együttműködésben tartjuk a rendezvényeinket a helyi civil szervezetekkel, az ifjúsági egyesülettel és a hagyományőrző egyesülettel. Az év eleje az inkább az ifjúsági egyesület javára dől, ha így mondhatom. Húsvétoló rendezvényünk van, gyereknapunk van, és ez mind közösen. Ami még egy nagyon fontos pontja ezeknek a dolgoknak, hogy a cigány nemzetiségi önkormányzat is mindig kiveszi a részét ezeken a rendezvényeken. Az év második felében fúvószenekari találkozóval készülünk, szeptemberben. Tavaly volt az első, nagyon nagy sikerrel, 3-4 fúvószenekar mutatja itt meg magát nálunk akkor a színpadon, és hát a közönség létszámát csak becsülni tudjuk, de 400 fő körül jártunk tavaly, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is szép számban lesz érdeklődő. Amit még fontosnak tartok, azok a karácsonyi rendezvényeink. Adventi rendezvény sorozatunk van, ami minden advent hétvégét érint. Ez szintén összefogásban mondható, a Rózsafűzér Társulaton át, az Ifjúsági Egyesületig, a Hagyományőrző Egyesületig mindenki kicsit megmutathatja magát minden oldaláról, saját oldaláról főként, és hát ennek az összefogója a német önkormányzat és a cigány nemzetiségi önkormányzat. A fiatalok bevonása a nemzetiségi programokban nem egyszerű feladat. Régert Brigitta, az újpetrei német önkormányzat vezetője úgy gondolja, ez a vezetők feladata. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk vezetőknek a kezében van. Ezt muszáj egy kicsit, nem is azt mondom, hogy erőltetni, de megismertetni, és mindig napi szinten tartani, hogy ez mennyire fontos, hogy honnan származunk, honnan indultunk, hogy mi alakította ki azt a kultúrát, ami itt Újpetrén is megmutatja magát. És ebben nagyon nagy segítség az Ifjúsági Egyesület, illetve a Hagyományőrző Egyesület, ahol ifjúsági fúvószenekar és tánccsoport is működik a mai napig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a fiatalok megismerhetik ezt a kultúrát, megkedvelhetik,
és kivehetik a részüket a közös munkában. A hagyományőrző programok nagyban hozzájárulnak a falu kulturális életéhez. Ezek azok, amelyek igazán összetartják a közösséget, ezért igyekeznek minél több ilyen programot szervezni. Mindenképp fontosak. Egy ilyen koncert jobban megmozgatja a lakosságot. Egy ilyen harmonika együttes, vagy akár egy fúvózenekari találkozó mindig minden korosztályt érinthet. A kicsitől, a nagyig, a szülőkön át, a nyugdíjas nagymamáig, nagypapáig, és ez fontos, hogy összekovácsolja a közösséget. A program 6 település: Újpetre, Pécsdevecser, Kiskassa, Palkonya, Vokány, valamint Iván Batyán közös munkájából jött létre. Ez is mutatja, az összefogásnak mekkora szerepe van. A szervezők remélik, a közeljövőben is tudnak majd ehhez hasonló programokat szervezni.